Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, június 13-ára és június 14-ére. Most nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az érzelmekre. El kell búcsúzni a negatív érzelmektől, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, és a pozitív érzelmeket kellene élni, a hit, a bizalom, a megbecsülés, a hála, a szeretet. Ha ezeket a pozitív érzelmeket éljük, akkor most előre mennek az események. Különösen a férfiaknál fontos most érzelmekről beszélni, hiszen azt szeretnék, ha folyamodnának az események, a férfiaknál megvannak az álmok, a vágyak, a remények, mi hölgyek most a napokban kicsit bizonytalanok vagyunk, különösen, ha döntésekről van szó, vagy változásokról van szó. Érkezik egy fontos hír, vagy egy fontos szerződés. Oda kell figyelni a dolgokra. Nem csak beszélni, hanem meghallgatni azt, hogy mások mit közölnek veled, vagy belenézni ezekbe a szerződésekbe, valamit még átvizsgálni. Ez nagyon fontos lehet számodra, de azért figyelj oda, mit közölsz másokkal, vagy mit közölnek mások veled, vagy mi áll ebben a szerződésben. Itt lehet anyagiakról szó, vagy olyan dolgokról, ami fontos, értékes számodra, mint például ez a párkapcsolat. És figyelj oda arra, hogy ő mit közöl veled, hiszen itt most kimutatja ezt a nyitottságot. Lesznek sorsdöntő változások is, de légy kicsit türelmes, amíg döntéseket tudsz hozni, vagy kezdesz valami újat az életedben, és ez különösen ránk, hölgyekre vonatkozik, hiszen a napokban érezhető lesz a bizonytalanság. Az indiai asztrológiában van szerelmes horoszkóp is, és én beletekintettem a jelenlegi szerelmes horoszkópba, és látható volt, hogy a Hold és Vénusz bolygó ebben az új horoszkópban, ebben a szerelmes horoszkópban a Szkorpión jegyében van, tehát onnan hat ki ránk, és az azt jelenti, itt érzelmekről van szó, itt szerelemről van szó, és a Szkorpión jegyénél természetesen a testi kapcsolatról is. Az is lehet, hogy valami olyan titokzatos, vagy te vagy titokzatos számára, és ez is kihat a szerelmi élet területére. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.